Szép jó napot kívánok! Az elme csendje és a lelki zenéről akarok beszélni. Csend és a zene, hogy jönnek össze. Először is szeretném az elme spirituális szerepét, célját feltárni, megmutatni, és az, hogy ennek eléréséhez milyen szerepe tud lenni a lelki zenének. Azt szeretném röviden bemutatni, hogy egy spirituális koncert sok-sok előadás szövegét tudja helyettesíteni, sőt értékben kitenni, és hogy mély csendmeditáció hatását is létrehozni. Most lesz nekünk egy újévi koncertünk 2022. január 15-én, 16 órakor Lurdi házban, és ennek kapcsán jött nekem az ötletem, hogy erről beszéljek, és meg fogod látni, hogy ez egy érdekes téma. Az emberi értelemnek nagyon sok jó oldala van, és ha az ember az elmét megfelelő módon használja az értelmet, akkor az értelemmel kutat, elképzel, megvalósít, és sok hasznos dolgot tesz. De ugyanakkor az értelem másik oldalával, a kétséggel, a gyanúval, ravassággal, félelemmel, nagyon-nagyon sok rossz dolgot tesz elsősorban önmagának, amitől megkeseríti életét. Így az emberi értelemről nagyon sok jót és nagyon sok rosszat el lehet mondani. Az igazság az, hogyha az értelmet eszközként használjuk, akkor egy csodálatos dolog. Viszont ha önmagunkat az értelemnek átadjuk, kiszolgáltatjuk, és futunk utána, akkor nem tudunk egy boldog, beteljesült életet élni. Mert az értelem mindig piszkálni fog, soha nem lesz nyugtunk. Az élet komplikáltá válik, ha mindig az értelemre hallgatunk. Egy komplikált élet pedig sohasem lehet egy boldog életnek az alapja. Mindig csak zűrzavar és problémák keletkeznek belőle. Úgyhogy az értelmet minimum kordában kell tudni tartani, meg kell tudni parancsolni neki, vagyis meg kell idomítani, tehát az értelem megszelidítése egy békés élet céljából nélkülözhetetlen szükségszerűség. Nagyon hosszú idő kell az embernek, talán életek is, ameddig rájön arra, hogy mi is a teremtés célja az értelmével. Hogy miért elengedhetetlenül szükséges nekünk, és miért olyan jó, és hova vezet ez a folytonos bajkeverő, szabad akarattal rendelkező dínyénk. Ha szerencsénk van, akkor valaki felébreszt, rámutat az igazi célra, és megpróbálunk úgy élni, hogy kövessük azt a célt, ahova el kellene jutnunk az értelemmel, és így életünket jobbá tudjuk tenni. Az értelemnek az evolúciós célja, vagy mondjuk az isteni célja nem az, amit most betölt a világban. Az értelem most a vezető. Viszont a vezetői szerepre nem teremtetett. Arra nem elég jó. Az értelem feladata nem
azt a tudományt létrehozni, fejleszteni és fenntartani, amellyel a természetet leigázza. És aztán, amellyel megpróbál emberi lényeket a világűrbe exportálni, és megpróbál helyetteseket teremteni önmaga helyett, gépi, intellektuális, humanoidokat. Mindeközben pedig, mint a struc, fejét a földbe dugva, nem akarja észrevenni, hogy teszi tönkre a bolygót. Ez biztos, hogy nem az emberi élet, illetve az értelemnek a célja. Az emberi értelem célja tulajdonképpen a tudatos öntúlszárnyalása, amely által az analízist és a szintézist félretéve végtelen mértékben megsokszorozza képességeit. Így az intuíció világán keresztül az egyetemes minden tudást kellene feltárnia az emberiség hasznára itt a Földön. Igen, az értelem célja útat nyitni, útat engedni egy szuper elmének. Egy önmagánál sokkal felsőbbrendű értelemnek. Így nézve, evolúció szempontjából az emberi értelem, a mai gondolkodó emberi értelem, csak egy lépcső, amelyen fel kell lépnünk, amelyen túl kell mennünk. Mert az emberi értelemnek ez az energiát és időt pazarló, önmagában körben-körben pörgő mozgása, amit ő gondolkodásnak nevez, teljesen értelmetlen, mert a problémáit nem oldja meg vele, ha csak nem üt be az intuíció valahol, hanem mindig újabb és újabb problémákat hoz létre. Ezt láthatod magadban. Az emberi értelem egyetlen, végső, valóban érdemes, értelmes, értékes mozdulata túllépni önmagán. Mondhatjuk azt is, hogy az saját magán túli világot feltárni. Az ember értelmének világa mögé kell bejáratot találjon. Ebből az következik, hogy az értelemnek a rejtett kincse tulajdonképpen a saját csendje. Önmagának a kiürítése. Vagyis, bármennyire furcsa is, de a gondolkodó értelem evolúciós célja, fejlődési célja nem más, mint a nem gondolkodás. Ez ugye egy elmélet és kijelentésnek tűnik, de ha te a gyakorlatban csak más pár másodperces csendet, gondolatmentes állapotot átélsz, akkor látod meg, hogy ez a dolog, ez egymagában ez a csend, ez benned egy új embert hoz létre. Egy más egyén leszel. A gondolatmentes csend tulajdonképpen leveszi
azt az állarcot rólunk, amit az értelem ránk rak. A gondolatmentes csend nem egy üresség, hanem egy teli csend, amelynek van tartalma és súlya. Úgy tűnik, hogy az elme csendje valami, vagyis az elmében lévő semmi, amikor minden gondolat megszűnt, az a semmi valójában valami. Az elme mögött van elrejtve valami, amihez hozzá lehet és hozzá kell férnünk. Ez a valami ott bent, azt hiszem, az a valami, amit mi kívül békének, toleranciának, szeretetnek, türelemnek, és sorolhatnám tovább, mi mindennek nevezünk. A gondolatmentes csend mélységét, tágasságát. Egyrészt annak az időbeli tartossága, vagyis mennyi ideig tart, határozza meg, másrészt a belső világnak a válasza, ami bentről kijön, vagyis a túlvilágból, ami átjön. Mert a gondolatmentes csend maga a bejárat, átjárat, a kapu a túlvilághoz. Ahhoz a túlvilághoz, amiről az ember álmodozik. A túlvilág innen nézve, az értelemnek erről az oldaláról nézve megismerhetetlen és kifejezhetetlen. Ez a csend semmi más, mint a túlvilágnak az üzenete, ha úgy tetszik, Isten üzenete. És ebben találhatod meg Isten jelenlétét az emberben. Ez a csend a titok, a bizonyíték, amit az ember azóta keres, mióta esze van. Így módon nézve az értelem saját lényegének az akadálya a pörgés által, de ugyanakkor ő az út is oda jutni, ezért szükségszerű. Mondhatjuk azt is, hogy az emberi elmének a csendje a kifejezhetetlennek a feltárása. Az úgy van, hogy amit a hitünk nekünk mond, amit a hitünk sugal, azt az elménk csendje elénk tárja. A csend olyan, mint a víz. Mindenhová befolyik. Amikor elmédben létrehoztad a csendet, akkor átszivárog az a tevékenységeidben, minden részedben, és az emberekkel való viszonyainkba is. És általában minden könnyebbé válik, általában minden könnyebb lesz. Ez annyira erős benyomás, hogy amikor megtapasztalod csend utáni viselkedésedet, úgy tűnik, hogy egy új embert fedezel fel magadban. Valójában a környezetünkhöz való hozzáállás egy élményé válik, mert azt az értelmi könnyedséget, könnyűséget, azt a pihent állapotot, azt a nyugalmat, amivel viszonyulunk a világhoz, hirtelen felbecsülhetetlennek látjuk, érezzük. A brit filozófus Huxley, remélem jól mondom a nevét, azt mondja, a csend után a kifejezhetetlennek kifejezéséhez,
A zene áll legközelebb. Tehát tulajdonképpen mi a kifejezhetetlent, ki tudjuk a csenden keresztül fejezni, illetve megtalálni, feltárni. De ehhez a csend eszközhöz legközelebb a zene áll. Vagyis a zene is meg tudja ezt tenni. Ugye van zenem, amely a spirituális idegeinket összetöri, rombol. Ugyanakkor van az imateli zene, a spirituális zene, a lelki zene, amiről most beszélünk. Ez Isten egyetemes nyelve. Az ember, ha nem is tud olaszul, franciául, kínaiul, vagy bármit, de zenét hallgat, akkor a zene szíve bemegy a szívedbe, vagy a szíved bemegy a zenébe. És akkor, ha nem is tudsz franciául, németül, kínaiul beszélni, de tudsz érezni. Ugye az elmének a csendjét létrehozni, ez egy feladat, egy munka. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Ha én elmémben csendet akarok, akkor ülök megfigyelőként az elmémben, és megfigyelem, ahogy a gondolatok kívülről belé lépnek az elmébe. Gondolatok mindig kívülről jönnek be elménkbe. És ahogy jönnek be, akkor nekiütök, visszalököm őket, elkergetem. Úgy, mint ahogy a szemtelen legyeket elkergetem. Ez egy játék, amit elkezdek magamba. És az addig megy, ameddig kiürül az elme, és gondolat már nincs, és ha egy jön be, azt is kiütöm. Ha egyszerre többen jönnek, akkor gyorsabban kell ütnöm, hogy pusztuljanak a környékemről. Azt szoktam mondani viccesen, hogy a meditáló ember körül nagyon sok ájult, sérült és döglött gondolat van. Ha jól meditál. Tehát vissza kell ütnöm őket. Hasonlóan, ahogy a vidám parkban vannak ezek a, nem tudom, a kis ember fejecskék, amik bújnak ki és ütött gyorsan, hol itt, hol ott bújnak. Ez is egy olyan játék. Így módon elérem a csend állapotát. Egy statikus csendet, amelyben semmi sem mozog. Ha ezt sokáig tudom tartani, akkor csodálkot fogok megélni. Ez az egyik része. De ha lelki zenét hallgatok, vagy játszok, vagy éneklek lelki zene, lelki dalokat, akkor átadom magam a dallam hullámának, és hagyom magam általa vinni. Figyelmemet ráfeszítem a zene dallamára, és nincs szükségem arra, hogy a gondolatokkal harcoljak, hogy bunúzzak velük. Mert a zene és a csend együtt járnak. Hiszen a zene egy szavak és gondolatok nélküli nyelv. A zene a csend nyelve. A zene Isten nyelve, de a csend Isten nyelve. Tehát mindkettővel ugyanott kommunikálok. A spirituális zene általában egyszerű. És nem azért született, hogy megítéljük azt. Ezért, ha nem értesz a zenéhez,
talán még jobb helyzetben vagy, mint olyan, aki nagyon tudja a zenét, és analizálja azt. Tehát a lelki zenét elsősorban a szívünkkel kell hallgatnunk, nem pedig értelmi kiértékeléssel és ítélettel. Az elmének a csendje kiterjedést jelent. Kimegyünk a szűk, elme, körkörös, feszítő ketrecéből. A zene is kiterjedést, önkiterjedést és egységet jelent. Az én kiterjed mind a csendben, mind a zene által. Nem az az egós kis énünk terjed, hanem az igazi nagy én terjed. Vagyis a zene, a korlátlan valóság kiterjedése, amit akár meditációként foghatunk fel, mert a meditáció is terjedés. A spirituális világban egyébként a meditációhoz legközelebb a zene áll. A csend olyan, mint egy folyam, amely elindul, és aztán nagy folyóvá válik, vagy másik irányba indul, és patakká válik, vagy befolyik a tengerbe, és akkor a végtelenné válik. A csend ugyanezt teszi, illetve a csend, illetve a zene is ugyanezt teszi. Zene hullámán kiterjedünk, mindenhova behatolunk és kitágulunk. Mindenhová eljuthatunk, nem csak a csend, hanem a zenével is. A csend olyan, mint egy fészek, a zene olyan, mint egy madár. A madár kiszáll a fészekből, este visszajön. És ha megfelelő zene fészkel az elménkben, akkor ott csend honol, nincs semmi más. Ha spirituális dalokat dudolunk, ha az megy állandóan a fejünkben, akkor más tudatállapotban élünk. Akkor másképpen reagálunk a külső dolgokra, másképpen viselkedünk, és minden másképpen megy. Tehát a spirituális daloknak a dudolása olyan, mint aki egy visszavonultan a szívébe egy meditatív állapotban él. A reakciója ugyanaz. Sőt, lehet, hogy a zenével vagy a dalokkal még boldogabb is. A mély ima vagy meditáció, ugye, mellett a zene jelentősége óriási, de a mély ima és meditáció a legrövidebb út a célhoz, a lerövidített út. Viszont a zene olyan tökéletesen tiszta, lehet, hogy egy kicsit hosszabb út, de akadálymentes. Tehát a zene útján ugyanoda leszek képes eljutni, mint a csend útján. Ugyanakkor, ha zenét hallgatok, a meditáció mereje megnő. Érdekes dolog, hogyha egy spirituális kereső, aki meditál, zenész akar lenni, még akkor is, ha nincsen zenei háttere, de neki fog jó zenészé válik, mert az ima és a meditáció minden képességet magába foglal. Lehet, hogy soha nem tanultál zenét, de ha lélektelen imádkozol és meditálsz, a meditációdban a legfelsőbb kegyelme által a zene ereje szélesen kitárulkozik, és akkor ezt az erőt tetszés szerint használhatja fel az ember. Érdekes módon a mi koncertünkön, amelyet remélem, hogy meghallgatsz, megnézed, legtöbb előadónk nem
professzionális zenész. Csak egy pára vannak, akik a zene világából jöttek a meditációhoz. Legtöbbük, a nagy-nagy részük, több mint 90%-uk a meditációból ment a zene felé, és úgy lett zenész, meg énekes. Nekünk ezért nagyon nagy figyelmet kellene szentelnünk a lelki zenének, hiszen a meditációnak a legkönnyebb formája, és észrevétlenül könnyű átalakulást hoz létre az életünkbe, a kedélyünkben, viselkedésünkben, mindenben. És ahhoz, hogy ezt megtegyük, még csak el sem kell válnunk a mindennapi tevékenységeinktől, mert azok mellett, azokba be tudjuk ezt vinni. Mi úgy gondoljuk, hogy mindent az elmével kell megközelítenünk, egyszer meg kell értenünk valamit, analizálni, és szintetizálni, és minden is, amikor ha megértettük, akkor tudunk hozzá válni. Hát ez nem így van. Spirituális szempontból pláne is egyáltalán nem így van. Mert az pontosan a zene megmutatja nekünk, hogy az elmét ki lehet kerülni, és direkt a szíven keresztül könnyebb célhoz jutni. Úgyhogy én nagy szeretettel várlak, hogy együtt tapasztaljuk meg ezeket a dolgokat. Az újévi koncertünkön.